játszik a csapkodalatot. Sok szeretettel köszöntök minden kedves szülőt, rokont, meghívott vendégeinket óvodánk Zsebi Baba nagycsoportjának ballagási ünnepségén. A gyermekek búcsúzó műsorának nyitásaként fogadják szeretettel a ballagó gyermekek táncát. Táncolni fogunk keringőre fel, vihar jöhet az érzés, semmi nem mossa el. Legyen nap apám, kérem legyen nap apám, várni fogom kegyedet, lesz este palubán. Táncolni fogunk keringőre fel, vihar jöhet az érzés, semmi nem mossa el. Szebbet sohasem, megszakadok, hogyha nem tartva én velem. Pedig nagy szeretettel köszöntöm azt a 22 Zsebi Baba nagycsoportos gyermeket, akik most felsorakoznak, hogy búcsút vegyenek az óvodai élettől. Horváth Zsejke.
Bajkos Dávid. Szapó Ákos. György Áron Dániel. Komjáti Aurora. Torda Olivér. Baranyi Bianca. Jancsó Erik. Berki Lara Szofia. Husanyica Marcell. Hári Viktória Piroska. Kis Marcell. Horváth Bálint. Kiara Hanna. Gyetvai Nimród. Unyi Hanna Mira. Szabó Ádám Ariel. Magyar Bíbor Napsugár. És akik sajnos nem lehettek ma velünk, Kalcsó Balázs, Kodák Loretta, Rózsa Dominik és Sebők Hanna. A gyermekek életük fontos állomásához érkeztek. Elérkezett az idő, amikor elbúcsúznak az óvodától, ahol 3-4 évet is eltöltöttek. Még egész kicsik voltak, amikor először beléptek az óvoda kapuján. Hamarosan rájöttek, hogy az óvodában sokat játszhatnak, és észre sem vették, hogy közben mennyi mindent megtanulnak, megismernek. Szép lassan a második otthonuk lett az óvoda. Ez alatt az idő alatt a gyerekek nagyra nőttek, ügyesedtek és okosodtak. Reméljük, hogy sikerült megszerettetni velük a mozgást, az éneklést, a rajzolást, a verselést, a számolást. Több nagycsoportos gyermek mesemondó versenyeken, rajzpályázatokon próbálta ki tehetségét, Bozsik futball programokon jeleskedett, szorgalmuk dicséretet értem el. Ezek a gyerekek pedig a következők voltak. Mesemondó versenyünk résztvevői és helyezettjei Husanyica Marcell, Torda Olivér, Kodák Loretta, Baranyi Bianca, Jancsó Erik, Hári Viktória Piroska, Szapó Ákos, Kis Marcell, Horváth Zsejke, Komjáti Aurora, Unyi Hanna Mira, György Áron Dániel és Gyetvai Nimród. Több rajzpályázaton, tehetségnapon is részt vettek a következő nagycsoportos gyermekek. Baranyi Bianca, Magyar Bíbor Napsugár, György Áron Dániel, Husanyica Marcell, Kis Marcell és Kodák Loretta. A Bozsik programok, fesztiválok legeredményesebb, legtehetségesebb focistái a következő gyermekek voltak, Torda Olivér és Husanyica Marcell. Gratulálunk mindannyiuknak! Ezek az eredmények, sikerek azonban szülői segítség nélkül nem valósulhattak volna meg. Köszönjük a szülőknek azt a sok munkát, támogatást, amit az óvoda kapott, a gyermekek tőletek, önöktől kaptak. Kívánom, hogy a jövőben is maradjon meg ez a lelkesedés, együttműködés az iskolai években is. Kedves gyerekek! 3 év alatt mindannyiótokat megismertünk, megszerettünk. Külön kis egyéniségeket ismerhettünk meg általatok, így alkottatok egy kerek, egész jó kis közösséget. Nagyon fogtok hiányozni itt nekünk az óvodában. Bízunk benne, hogy az óvis évek szép emlékként maradnak meg számotokra, és mindig szeretettel gondoltok majd ezekre vissza.
ősztől már komoly iskolásként tekinthetünk majd rátok. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, sok piros ponttal, csillaggal, dicsérettel térjetek haza minden nap. A tanuláshoz nagyon sok erőt, kitartást soha ne adjátok fel. A gyerekek után most pedig szeretnék köszönetet mondani Horváthné Janit Biankának, a szülői közösség elnökének, aki 3 éven keresztül összefogta a csoportokat, munkájával segítette óvodánkat. Köszönjük neki! Neki és segítőinek is köszönöm, hogy szabadidejükből nagyon sokat feláldoztak azért, hogy az ünnepek alkalmával minden gyermeknek ajándéka legyen, az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel is napi kapcsolatban legyenek. Köszönjük áldozatos munkájukat, amit mindig a gyermekekért tettek. Szeretném megköszönni fenntartónak, Abszkösség önkormányzatának és Juhász István polgármester úrnak az óvoda és a ballagó nagycsoport támogatását, és azt, hogy ilyen szép környezetben tölthetik mindennapjaikat a gyerekek. Nagyon sokat köszönhetünk óvodánk alapítványának, az Abci iskoláért és óvodáért alapítványnak, hogy támogatásából minden évben gyarapszik eszköztárunk, bútorzatunk, sok kirándulás program megvalósítását is neki köszönhetjük. Hálásak vagyunk alapítványunk kuratóriumának az özvetlen és kitartó munkáért. Nagyon köszönjük az óvodánkkal szoros kapcsolatban álló intézmények, segítő szakemberek munkáját, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy óvodai életünk színesebb, pedagógiai munkánk minél sikeresebb legyen. Kedves vendégeink, most pedig fogadják szeretettel a gyermekek ballagási műsorát, melyben versekkel, énekekkel búcsúznak az óvis évektől. A ballagási virágokat a műsor végén kérjük a gyermekeknek odaadni, miután megkapják az óvónéniktől a meglepetés ajándékokat. Az ajándékokat kérjük, vegyék el a gyerekektől, mert még körbe fogják ballagni az óvodát. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Búcsúzni, hogy a kell, nem a sétesek kivék. Elköszönünk hozzá, jelent üzenem elég. Láthatatlan hátiságba beleraktuk dolgokat, titokba vinn magaddal, amit a csoport teked ad. Beravasok a levés, nevetés is szeretek, meg az összes közös emlék. Ezt adjuk hát most neked. Nem jöttök már óvodába, iskolástok lesztek, játékhelyet számokkal és könyvvel ismerkedtek. Megtanultok betűt írni, poszakos bétótát, rajzoltok szép színes képet és hangjegyekből kottát. Azért mi sem búslakodunk, itt a maszkos labda, jövőre megtalálkozunk az iskolakat. Félve érkeztem meg hozzátok, 3 éve szeretettel, szép mesékkel vártatok. Játszottam is, tanultam is, nőttem is egy jó nagyot. Évek szálltak, itt az idő, eljött e nap, búcsúzok, köszönöm, hogy szerettetek, vigyáztatok is rám. Isten veled, óvónénik, drága, kedves óvodám. Drága, kedves óvodám. Yeah.
a cipőnket megkötötted, az orrunkat törölgetted, a ruhánkat hajtogattad, fésülgetted a hajunkat. Tanítottál sepregetni, teríteni, ágyat vetni, kezet mosni, arcot mosni, öltözőbe rendet rakni. Hogyha sírtunk, vigasztaltál, rosszak voltunk, jól megszűntel. Tanítottál szépen kérni, amit kaptunk, megköszönni. Mi most megköszönjük neked a 3 évi kedvességed, türelmedet, szeretedet, sose feledjük nevedet. Azt a sok jót, amit kaptunk, meghálálni, mint lehet, kérdezkedtem a virágot, kérdeztem a levelet, nem feleltek te a virág, felém intett vitámon. Amit a szó el nem mondhat, ott van egy szál virágpa. Eljött ez a nap, amit vártunk, óvodába már nem járunk, elbarogunk szoszét szóval, ott hagyjuk szupa jóba. Óvodének köszönöm, ki is mutatom örömöm, beszekoztam ajándékba, sertes volt a játékba. Most látom csak milyen szép itt, színes képek a hófalon, virágtarka cserepekben, játékföldön, asztalon. Itt játszottam 3 évig is nőttem, velem nőtt a szék, a baba, a labda, az autó, tanultam verset, mesét. A csengőig ágaskodtam, most elértem könnyedén, a kicsiknek most én mondom, te is megnézz, kicsöcsém. Holnap már nem csengetek be, nem játszom a udvaron, de 3 év örömével megyek tovább utamon. Sokán nem maradunk, vár a iskolapadunk. Vége szakadt a szép nyárnak,
Iskolába könyvek várnak, betűk hívnak, útra kellene a világot megismerni. A nagy idő elérkezett, búcsúznak a 6 évesek, búcsúznak az óvodától, mint fészkétől fecsketából. Köszönjük a gondviselés felnevelést. Elindulunk, nem időzünk, de a fészkünkre visszanézünk. Búcsúszunk jó kedve, búcsúszunk vidáman, egyszer majd találkozunk az iskolában. Addig arra kérem a súlynak csoportot, maszkóra, babára viseljenek gondot. Vizi párnál szomjas, nagyon sokat iszik, a kaktusz kevese, kövi rózsán kicsi, vigyázzatok kömre, kis székre, kis ajzra, kezdes nagy ónacsokat, viszont látásra. Irigyeltem, hogy a bácsám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték az írás és az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, és hiába van belőlük sok, ismerik a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akár csak a vízfolyás. Egy gondoltam, amikor lesz már belőlem is egy iskolás. És most, amikor beirattak az idén, megfogadtam, bácsámat utol élem bizony én. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szép. Gyorsan múlt el az első nap, gyorsan futott el a hét. Végképp telt el, népszer láttuk az óvoda ablakán, szörz lopok integetnek, ha szállaszák van a fán. Ha nem közben úgy megnőttünk, hogy ágyunk kicsi már, becsacsalók helyet, ha jön a pipkán, a iskola bátya vár. Yeah.
iskola, elbúcsúzson tőlete, viszla, óvoda, sok játékos, szép mesél, így nagyon szerettem, óvónéni kedves arcát, el nem feledem, szép emléke nagy élmének, el nem sajnak tova soha, visszajövök, elmesélem, milyen az iskola. Énekszótón hangos a mi kedves óvodám, kis polcokról minden játék, kíváncsian nézze ránk. Növekedtünk, okosodtunk is ez a pár év elszaladt, tarka csokorral a kezünkbe, már csak a búcsúzás maradt. Mesejáték nem jön velünk, itt hagyjuk az óvodát, de elviszük a szívünkben óvó néni mosolyát. Sokan mondogatják, megnőtt ez a gyerek, bizony megnőttem, iskolás leszek, nem tudom, ennek most örülnöm kéne, biztosan, de én nem örülök mégse, nem szeretném itt hagyni az óvodát soha, az iskolába idegen gyerek. Barátaim közül is sokan itt maradnak az iskolába, idegen gyerekek fogadnak, és új nénik, új bácsik, tanárok, azt hiszem, jobb volna az óvónénit magammal vinnem, vagy ami még jobb, tudom a megoldást, idehozom az óviba az egész iskolát. Látjátok én, hogy megnőttem? Iskolás lesz már belőlem, tanulom majd az ABC-t, betűt írok és olvasok, tudni fogom milyen az, hogy 5 meg 5 az 10, azért gondolok majd rátok, milyen jó is ti nektek. Csak játszotok, csak nevettek! Sérre sosem feleltek, jövőre, ha ti is jöttök, ne féljetek, segítek. Megmutatom, hol van a mosdó, tornaterem tanári, és az udvaron meglátjátok, jókat fogunk mókázni. On that.
Kedves Zsebi Baba nagycsoportos gyermekek, szülők, vendégek! Amikor 3-4 évvel ezelőtt először az oviba hoztak titeket a szüleitek, felszálltatok egy képzeletbeli hajóra, aminek az első kikötőjéhez megérkeztetek. Ezen az állomáson ma megállunk, és ünneplünk benneteket, búcsúzó nagycsoportosokat. Ezen a hajón kezdetben szüleitek ölében figyeltétek, milyen csodás helyekre visz ez a hajó. Mi is felszálltunk mellétek, Laszota Mónika nénivel, Edina nénivel, Noémi nénivel, Netti nénivel, az óvodánk dolgozóival, és a szüleitekkel együtt biztattunk benneteket, hogy még ügyesebbek, kitartóbbak legyetek mindenben. Volt sok közös élmény, óvodai foglalkozás, tornázás, futkározás, ünneplés, kirándulás és még több játék, amelyekben olyan találékonyak voltatok, hogy még mi is tanulhattunk tőletek. Ti voltatok azok, akik a legfontosabbak voltatok számunkra az elmúlt években. Együtt fantasztikus csapattá kovácsolódtunk össze, akikre még otthon is sokszor gondoltunk, hogy hogyan tehetnék még varázslatosabbá a Zsebi Baba csoportot és boldogabbá óvodás éveiteket. Szeretném köszönetet mondani kolléganőimnek az elmúlt évekért. Köszönöm nektek, kedves szülők és szülői közösség tagjai, hogy gondjaitokkal, problémáitokkal mertetek felénk közeledni, és együtt keresni a megoldásokat, és bármi kérésünk akadt, segítettétek a munkánkat. Most a búcsú pillanataiban még jobban csillog a szemetek, mint az első óvodai napon. Talán az örömtől, vagy a meghatottságtól, és van akinek az izgalomtól. Új kikötő felé indul most a hajótok, amit úgy hívnak iskola. Mi már nem foghatjuk a kezeteket, nem ölelhetünk tovább titeket, ha valami bánat éri lelketeket, de majd a tanítónén megteszi helyettünk. Maradjatok mindig ilyen vidám, jólelkű és segítőkésze, mint amilyenek most vagytok. Szeressétek egymást, legyetek őszinték és szorgalmasak. Mi, az Apcigyöngyszem óvoda dolgozói gazdagabbak lettünk veletek, és az együtt töltött éveket szívünkbe őrizzük. Sosem felejtünk el benneteket. Búcsúzunk tőletek, szép iskolás éveket, és ha erre jártok, egy ölelésre visszavárunk benneteket. Kedves nagycsoportosok, kedves szülők és kedves vendégeink! Ahogy a Mónika néni is mondta, óvodába lépésetekkor felszálltatok egy képzeletbeli hajóra, melyet később együtt közösen egy mesehajóvá varázsoltunk együtt. A mesehajós utazásunkra én középsős korotokban csatlakozhattam hozzátok, és izgatottan vártam, hogy megismerjelek benneteket. Mérhetetlen örömmel töltött el, hogy milyen gyorsan elfogadtatok, és szeretettel köszöntöttetek engem ezen az utazáson. Ezt hálásan köszönöm nektek, szüleiteknek a bizalmat, kolléganőimnek pedig a sok-sok segítséget. A mesehajós utazásunk során találkoztunk királylányokkal, királyfikkal, kiáltunk vagy 100 próbát közösen, és az út végére megmásztuk az üveghegyet is. De ami a legfontosabb, hogy rengeteget tanultunk, és játszottunk együtt, számos közös élményben vettünk részt, sok jó dolgot tapasztaltunk meg együtt. És most, hogy a mesehajó számotokra tovább suhan az iskola kikötőjébe, szeretettel búcsúzom tőletek. Számomra ti vagytok az első csoportom, ezért tudjátok, hogy az együtt töltött éveket egy szívemnek különleges zugában fogom őrizni. Köszönöm, hogy egy ilyen szuper és összetartó csapat része lehettem. Yeah.
engedjétek meg, hogy boldogó gyerekek szülei nevében elbúcsúzzak tőletek. Megköszönjem az elmúlt években tanúsított értékes munkátokat. Amikor beültettük gyermekeinket az Akcidentem óvodába, nagy bizalmat szavaztunk nektek. Mind gyermekek, mind szülők számára is nagy mérföldkő volt ez a pillanat, hiszen ez volt az első igazi elválás. Emlékszünk az első óvis napokra. Voltak, akik kicsit sírva, de voltak olyanok is, akik mosolyogva hátra sem nézve mentek be a csoportszobába. Köszönjük nektek, hogy nagy türelemmel, szeretettel fordultatok gyermekeink felé már az első perctől. Biztonságot nyújtó légkört teremtettetek számunkra, szülőként is élmény volt megélni ezt a szeretetteljes hangulatot, ami a csoportban uralkodott. Teltek a hetek, a hónapok, a sok játék mellett, sokat tanultak, ügyesedtek. Színvonalas műsorokat megtekinthettünk, egy-egy anyák napja vagy karácsony ünnepség alkalmából. Mindenki fülében benne maradt a legyen a babám ritmusra, amely olyan ügyesen táncoltak az alapítványi bálon. Ügyesen megtanult mindenki cipőt kötni, szépen kihezni, vagy épp egyensúlyozva végigmenni a padon. A teljesség igénye nélkül mindenkinek szép emlékek maradtak, az agybakartú séták, a gyermeknap kipiráló várazás, a könyvtári foglalkozások, a sok bábszínház, az orsi koncertek, vagy épp a virágültetés. Hálás szívvel köszönjük nektek, hogy gyermekeink ennyire gazdag, óvodás tarisznyával léphetnek be az iskola kapuján. Mi szülők igyekeztünk mindenben segíteni munkátokat, reméljük jól dolgoztunk. Gyermekeinken keresztül megismertünk és megszerettünk benneteket. Szerettünk ezt a most már rövidnek tűnő 3 évet. És most elköszönünk tőletek a játékoktól, az óvodától. Köszönjük a reggeli mosolyt, a sok ölelést, köszönjük az elfogadást, a megértést, a tanítást, az örök jókedvet. Maradjatok mindig ilyenek. Nektek, kedves gyerekek, sok sikert kívánunk az iskolás éveknek. Legyetek nagyon ügyesek, szorgalmasak. Kedves szülőtársak, a szülői közösség hálásan köszöni rugalmas, együttműködő hozzáállásokat, kívánunk magunknak az iskolás évekre is ilyen összetartást. Apróságokkal készültünk nektek, mindjárt eltartjuk majd nektek Nagyi nénivel és Edina nénivel. Köszönöm szépen! Gratulálok! Melyiket? Ez! Az! Jó! 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 Jó!
Ott mondta, nem
szépen a négy hallagot is végezték, aki szeretném a közös képet készíteni, az volt a viszontlátásra. Köszönjük szépen, nagyon rossz volt minden ügyeseket. Köszönjük szépen, rendben volt minden, ugyan már? Nagyon volt minden rendben. Jó, ez így. Látom, hogy kicsit. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük a munkádunkra. Köszönjük meg a tévésokat. Igen, de jó. Én is köszönöm, hogy a kocsiba is vettem.